A Nyíregyházi Patrónus Egyesületnél ezek a fogyatékkal élő fiatalok gyertyaöntéssel foglalkoznak. Az Egyesület lakóotthonos ellátást biztosít számukra, szociális foglalkoztatásukra pedig sikeresen pályázott. Ők a bérüket megkapják, és aki velük foglalkozik, az megváltozott munkaképességűek, ő is megkapja a munka idejére, amit velük foglalkozik, arra a bért és járulékot támogatja az állam. Azért ez nagy segítség. A szervezet közhasznú, a jövőben a lakókörnyezet javítására is szeretne pályázni. A civil szervezetek működését a PTK szabályozza. A polgári törvénykönyv 2014 márciusától egy új kötelezettséget rótt a szervezetekre. Az alapító okiratok megfeleltetésének határideje hamarosan lejár. Ez egy kötelező szabály minden olyan civil szervezetnek, amelynek ezen időpont után is működni kíván, el kell ezt végezni, az új alapszabályt, illetve az alapszabályát az új PTK-nak kell megfeleltetni, módosítani kell az alapokiratukat. Mintegy 3400 szervezetből több mint 2300 még nem tett eleget a törvényi elvárásnak a megyében, mondta el a bíróság szóvivője. Ezért a törvényszéken működő civil szervezetek ügyeit intéző csoport február 5-én civil információs nyílt napot is tart a korrekt tájékoztatásért. Egyébként az eljárás illetékmentes és a változásbeli bejegyzési kérelmek elintézését ütemtervszerűen végzik a bíróságok. A PTK-ban rögzített szabályokon túl a szervezeteknek a NAV felé is vannak kötelezettségeik. Nem kaphatja meg az adózók 1%-át az a szervezet, amelyiknek köztartozása van. Csak azokat a civil szervezeteket lehet támogatni, akik szerepelnek az adóhivatal oldalán. Ezek a civil szervezetek regisztráltak és nem rendelkeznek köztartozással, tehát ez azt jelenti, hogy az ő részükre a felajánlott összegek célba is érnek. Tavaly egyébként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 106 ezer felajánlás érkezett. A tapasztalatok szerint még nagyobb számban rendelkezhetnének a magánszemélyek, mert jelentős összeg marad az SZJA-ból a központi költségvetésben. Nagyon félek, hogy mi lesz, mivel majd az adóhivatal csinálja a bevallásokat, hogy hogy kerül majd az 1%-os nyilatkozat. Veszik-e az emberek, eddig se nagyon vették a fáradtságot, hogy ezzel foglalkozzanak, vagy utána nézzenek. Azokat a szervezeteket támogatják inkább az emberek, amelyeknek a nevében meghatározott, hogy mivel foglalkozik a szervezet. A beteg gyerekek gyógyítására szívesen felajánlanak.